Adică, soate, bine, cu tata la mașină, fiară, cu dumal, cu hoidea, și cu zile. Nu colmec două cu zile, bine, că... Te cuvinte, ce mici ne-am lucrat. Hai, până chiar, dar vei mă și ei, până chiar, bol, hei, iată. Minder, am mirele. O mi se ubei, doar. De tu olvastad tulunkod beszélget? Vagy ez a három más. A gyúrunk oda bent, árkába. Hát nem sokat, 500 fekvő támasz, 100 darab, ezt a nagy toloncot nyomok, 100 darab kis toloncot. Van ez a nagy 25 literes kanna, félig van vízzel is azt kézzel. Most csinált. Nagyon gyorsan. Itt az emberek nagyon gyorsan. Nem, nem engedem soha. Még ha megtehetném se. Félek. Nem attól, hogy megütök, hanem ami utána jöhet. Verekedés. Azt, hogy még hagyjanak. Anna megint keresi, ugye? Párját nem az, csak nem hagyja a népa esetleg. Kitartóbb egy kicsit, akkor elsül a kéz megint. Esetleg csavarhúzót egymásba találják, mindig, hogy valami. Szóval volt már itt arra is például, hogy megszúrták egymást, vagy valamit. Mondjuk ez nem gyakori. Az gyakori, hogy esetleg egyik a másikat kikészíti. Ugye mindenkinek van haverja. Na így kell készíteni. Kikészíteni. Gyereknek nincs más választás, a farcolt be az ablakba. Más megoldás nincs. Szóval. Ki csinálja? Egyszer ilyen szóváltás jött létre köztünk, elkezdtem vele vitatkozni telefonról, hogy lehet-e innen kapcsolni Pestet. Én meg már amúgy is ideges voltam ott az árkában sok mindenkire, és éppen reggeliztem, kés meg a kezembe volt, mert hát késnek nem lehet reggelizni. Ezt elkezdtük, vitatkoztunk, és beszólt, hogy ilyen köcsög, olyan köcsög. Én meg hozzájuk vágtam a csajka vizet, utána fölállt, jött felém, hát nekem meg a kés a kezembe volt, fölugrottam, nyomra szúrtam. Ezt a máját érte neki. Hát volt már, hogy alig tudták megmenteni a gyereket. Hát összeugrott az egyik gyereke, és a másik mit csinált ilyen kárba. Nem tudom, hallottál erről, áramszékbe belőzérték. Széket belerakták a vízbe, rákötötték a stokira, tárnot belengedték a vízbe. Én drótom.
berakták az ágyba. Még szerencsé, hogy azért hamar észrevette, és hogy meg akkor tettek volna. Azért kirúgta belőle a drótot. A fal. Jött a kis lámpa, mi onnan szoktuk. Oké, az a rendes drót, érted? Vízmelegítő szokott, mert annak használjuk vizet melegíteni. Kicsavarjuk az égőt, az két drótot mi beakasztunk az ízére. És rendesen fel a víz. Benne dohány, csak így vissza lett dugva. Szofiana volt annak meg a tartfűszűrője, meg feje. Azt vissza volt dugva, úgyhogy nem is lehetett semmit látni benne, hogy van benne valami. De megfigyeltem, a gyereket előre küldtem, annál is volt cigi, érted? De ha attól nem veszik el, mondom, akkor tőlem se fogják elmondani a cigit, érted? Azt mondom, akkor legalább így nem fogják annyi részén, mert csak megtapogassa a dobozt, érted, azt úgyse talál benne semmit. Attól nem vették el tőlem, meg elvették. Ezt így összecsavarták, hogy berobták a kukába, 500 forinttal együtt. Tanyámtól az utolsó 700 forintot vette meg. 20 forint maradt nála. Hogy csinálok ilyenet? Valamelyik önnek a gyerek hapsi, az attól nem veszi el, érte. Vannak trükkjeim, mert megfogom, hát úgy nem én fogom meg, hanem mit tudom én, bátyámat beivatom, mert általában attól szoktam kérni lóvét, tehát 1000-1500 forintot így, mert nézd, az igazság, hogyha van az embernek itt benne a börtönben pénze, sok mindent elér, tehát úgy piától kezdve bármit, szóval behozzák neki ugyanúgy az őrök is, meg bárki. A másik meg az, hogy beszélőn, tehát a lóvé ezt úgy hozzuk föl, meg úgy szokták által felhozni, legalábbis én úgy szoktam felhozni, vagy behajtom az ingembe, tehát kivágom itt az inget, földugom, vagy a számba, tehát egy nejlomosika belakja, az belakja az ébe, belakom a számba. Tehát vész esetén esetleg elég is tudom nyelni, tehát bukás semmiféleképpen nem lehet vele. Muszáj neki ellenőrizni, tehát szabályzatban benne van. Már az kérdés, hogy hogyan ellenőriznek, tehát hogyha meg is találja, akkor is, na, jó, majd hozod kifele. Szóval van jelen is. Aki nincs benne, azt feljelentik, hogy ezt és ezt csinálta. Tehát az pénz, és akkor jössz rá, hogy miről is van szó. Hogy pénzt tart, piát vesz, de kitől. És akkor jövök rá, hogy aki feljelentett, azt csinál ilyet. És akkor rá is jöttem, hogy itt szép, szóval megkérdezgettem, meg is tudtam a fiatalkorú srácoktól is, sőt, például ezt a lóbaszót, ezt dicsérték, mondtak, ez egy rendes hapsi, mert tulajdonképpen, ha van 200 forintod, akkor hoz neked, most nem akarok hazudni, szóval hoz neked egy fél liter piát, hogy mit, azt nem tudom. Hát részben ebből élnek az őrök. Jó sok őr van ilyen. Tehát ezek ilyen piti dolgok, hogy ad egy cigit, vagy tizet, vagy tizenketet, lényeg az, hogy dupla annyit kell visszaadni. Ezt csinálják a nagykorú srácok is, csinálják egymás közt is a rabok, de elsősorban csinálják az őrök is. Szóval elsősorban üzletelés, másodszorban kötés az, hogy ki van benne az ők is üzleteikbe, annak járnak a kedvezmények, aki meg nincs benne, aki nagyon távol esik, annak megpróbálják nyomni a fegyelmi lapot, és ha nyomják a fegyelmi lapot, akkor nincs kedvezmény. Hát ez a fő.